Műsorunk támogatója a Hargita Népe. Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Székely Konyha, Csíkszentsimonban vagyunk, a Szent László Gyermekvédelmi Központ udvarán, és a nézők már jól ismerhetik Csilip Árpádot, hiszen az év folyamán többször is főztünk már vele, voltunk a Csángó Fatányérosnál, amikor volt a hidegségben a Túros Puliszka Fesztivál is, úgyhogy nem ismeretlen a nézők számára. És most úgy döntött Árpád, hogy lejön a Szent László Gyermekvédelmi Központhoz, a lányoknak megtanítja, hogy hogy kell üsben főzni, és lényegében advent utolsó hetében elkészítünk egy nagyon finom, illetve két nagyon finom főételt. Ugye, Árpád? Igen, így van. Hát el fogunk készíteni egy marha pörgőtet áfonyával, és egy csirke mellett tejfüles gombás eresztékkel. Jó. Szerintem a lányoknak mondjuk el, hogy mit kell vásárolni a pörkölthöz. Ti tudjátok-e körülbelül, hogy mit kell vásárolni? Hát a hagymát, az biztos. A húst hozzá. És attól függ, hogy milyen húsból készít. Igen, hát a legelőször a marhahúsból azt úgy készítitek, hogy hagymát, meg üveges hagyma, utána tesztek paprikát hozzá. De várjál, mert tettél zsírt, nagyon sok zsírt tettél. Igen, ha, nem ha, olajat. Nem, csak zsírral. Utána a hagymát az meg kell jól puhuljon, meg üvegesíteni. Utána tesztek a paprikát, árdét, ahogy nálunk mondják, az is jól meg kell puhuljon, és utána kerül bele a marhahús. Jönnek a fűszerek, só, bors, paprika, és az addig kell főjel, amíg majdnem teljesen megfő, utána kerül hozzá az áfonya, hogy egy finom karácsonyi íz legyen belőle. És csak ezek az alapfűszerek kerülnek belé, vagy? Csak az alapfűszerek, semmi egyéb. Két üst van itt. Miért? Igen, a lényegében azért van két üst, hogy ebből az alapanyag ugyan fele átkerül oda. De melyik alapanyag? Na hát a marha nem fog átkerülni. Hanem a hagyma és a paprika. Igen. Fele átkerül oda, hogy ne kelljen kétszer dolgozni. Igen, két alapot csinál, igen. Tehát az egyik át fog kerülni a kicsi üstbe, igen. Utána hozzá kerül a csirkemell, ugyanúgy sóbors paprika. Csirke mellett kockázva? Kockázva. Igen. És amikor megfőtt, akkor hozzakerül a gomba, azzal is egy 10 percet, 15 percet fő, és utána belekerül a tejfölös ereszték. És akkor lesz egy jó finom tejfölös martas gombás. Tehát te két legyet ütsz egy csapásra lényegében, tehát így kell hatékonyan dolgozni és gondolkodni, és valószínűleg így kint az üsben nagyon finom ízek fognak így elkészülni. Biztos, hogy nagyon. És akkor mellé a pityókapirével fél tallalni, akár mind a kettőt. Lehet. Lányok, szoktatok-e itt üsbe főzni, itt az udvaron? Hát igen, előfordul, amikor valamilyen rendezvényeket szervezünk, és többen vagyunk, akkor üsben szoktunk főzni, hogy mindenkinek legyen. És az milyen az az íz szerintetek? Hát sokkal jobb, amit bent főzünk a vázon, vagy a csütkön. Tehát az jobb, amit bent főztök? Nem, a kinti sokkal jobb. És így egy ekkora mennyiséget elmernétek-e vállalni egyedül? Mit szóltok? Nem? Nem. Tehát kellene segítség egy kicsit, ugye? Hát de most itt vannak, megtanulják, és akkor a következő karácsony már le is tudják főzni. Hát ha már valakivel be tudok köszönni, aki el tudja készíteni majd. Mekkora mennyiséggel készültetek? Hát a marhahúsból 25 kg marhahús lesz, és a csirkéből 20 kg csirkehús. Igen, és kellett hagyma is. Hagyma van, 10 kg paprika. Úgyhogy lesz egy 50 kiló. Árpád, nálad ezek a mennyiségek már nagyon nem számítanak. Elevenítsük fel a nézőknek az emlékezetét, hogy mekkora a túros puliszka rekordot döntöttetek meg a nyáron. 6870 kilós. Még egyszer a 6870 kilós. 6870 kilós. Az nem semmi. Megdöntöttük a világrekordot. Az nem semmi, túros puliszkából. És elvittétek a hírét a gyümeseknek, különben a kedves nézőknek mondom, hogy ez a műsor az advent jegyében készül, és a gyümesi kultúra jegyében lényegében, mert hogy azért is jött el Csilip Árpád, hogy egy kicsit népszerűsítse a gyümesi kultúrát, és a népszokásokat
tanítsa meg a Szent László otthon gyermekeinek, hogy ti hogy készültetek a karácsonyra, milyenek voltak a karácsonyi ünnepek. Erről egy picit azért beszélj nekünk, hogy milyen ízeket szoktál te mondjuk gyerekkorodban, vagy milyen ízekre emlékszel gyermekkorodban a gyümesekből? Hát a karácsonyi vacsora az ugye az mindig a kolbász szokott lenni, az első fő sült húsok. Igen. Kocsonya, böf, ahogy nálunk mondják, és ezek voltak a töltött káposzta csülökkel, ezek voltak a főételek, kalácsok, finom házi kalácsok. Na de hát ezt lehet variálni. Hosszú asztalra tenni, lehet ebben marhát vinni, csirkét vinni, ugye hát arról szól, hogy minél finomabbat készítsünk a karácsonyi vacsorára. És mondjuk üsben ritkán készítenek karácsonyi menüt, de ez most egy ünnepi menünek készül. Igen, igen, ez egy ünnepi. Most beletegyük bele a paprikát, mehet bele mi. Ez körülbelül hány kiló paprika? Ez 5 kiló. 5 kiló, tehát 10 kiló hagyma. Igen, 5 kiló paprika. Jó. És hozhatsz még egy pici sót bele. Tehet be, mind. Úgy. Ügyes. Az előbb elkezdtem a desszertborokról, és ha ismeritek a keserű csokit, az a fekete, magas kakaótartalmú 80-85%-os kesernyés csoki, ugye az kedvencem is, és ha olyan csokit tálalunk föl desszertnek, akkor merem ajánlani száraz vöröset hozzá. És pedig ez itt például egy házasítás, a diorit küvé, ez nagyon talál a keserű csokinak az ízvilágához, a száraz vörös. Ugyanakkor lehet még mellé... Megállítalak egy picit, igen. Azt hiszem, hogy már elindult a kamera, tehát én szeretnék beköszönni a nézőket is üdvözölni, hogy lényegében itt a Szent László gyermekotthonban elkezdtük az ünnepi forgatásokat, újra meghívtunk téged, ugye, hogyha a nézők emlékeznek, akkor Bálint Lajos már láthatták egy előző részben, és ő fogja most megtanítani a boroknak a a borokhoz való viszonyulást fogja megtanítani a lányoknak, vagy legalábbis egy kis szeletkéjét, hogy hogy is kell viszonyuljunk mi a borokhoz, mert hogy azért sok ága-boga van, itt előzetesen beszéltünk. Nem olyan egyszerű, hogy csak kitöltjük és borozgatunk. Ez egy minőségi időt kíván, egy ráfigyelést kíván, épp ünnepekre való elcsendesülést kíván, mert a bor az nem akármilyen ital. Igen, szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. A bor és a fogyasztó, vagyis az ember viszonya, illetve a bor és az ételek párosításáról lenne szó. Kiemelkedően ma a karácsony esti menühöz hoztam, válogattam össze borokat, de a mai menühöz is hoztam, és azzal kezdeném. A étkezések előtt mindig, ha egy picit figyelünk arra, hogy az étkezéshez többféle bort tálalunk föl, akkor mindig az étkezések előtt egy magasabb savtartalmú száraz fehér bort szolgálunk fel. Úgy szoktuk kifejezni szaknyelven, hogy aperitívnek felszolgálunk mai bort, a magyarádi mustos fehért tudom ajánlani, tehát ez egy karakteres savakkal rendelkező, kellemes ízvilágú bor, és ez előkészíti az embernek a gyomrát az étkezéshez. Itt Székelyföldön szokás pálinkával kocintgatni, ugye? Ti szoktatok, vagy láttátok azt, hogy étkezés előtt bort isznak? De hogy bort? De pálinkát azt oké, de szerintem sok helyen iszek. De azt is, hogy bort isznak étkezés előtt, azt láttátok ti? Vagy annyira nem figyeltétek? Nem. Inkább nem isznak. Inkább pálinkát szoktak, de akkor világosítsál fel minket. Ugye, hogy én nagyon gyakran találkozom ezzel. És időnként, ha egy hagyományos székely étkezésről van szó, akkor azt mondom, hogy megengedett az étel előtti pálinka, mert az egy székely szokás. Viszont hogyha
a gasztronómiát követjük, vagy gasztronómia szerint egy picit igazodunk, akkor bizony a pálinkát azt a legvégére hagyjuk, a desszert után. Tehát előtte azért is említettem már az aperitívet, a karakteres savakkal rendelkező fehérbort, hogy étel előtt a gasztronómia mindenképp ezt ajánlja, és ez is jó meg egészséges. A mai ebédnek a fő fogása a marha pörkölt. A marha pörkölt az is sokféle lehet, lehet ugye borjúból, lehet disznópörköltből, maga a pörkölt. De ma marha pörkölt van, itt a marhahúsnak a karakterét kell nézni, a keménységét, a konzisztenségét, és ezért hoztam ma a marha pörkölt mellé egy szekszárdi házasítást. Tudom ajánlani mindenképp, tudok ajánlani egy ménesi kékfrankost a marha pörkölt mellé, ugyanakkor tudom ajánlani a ménesi diorit küvét is, ez is talál a pörkölt mellé. Tudnélik, ha borjú pörköltől beszélünk, akkor már egy picit könnyebb borokat lehet ajánlani, mert nem annyira kemény, nem annyira összetett a borjú pörkölt. Viszont nagyon hordozza annak a fűszerezése. Úgyhogy ma maradunk a vörös borok mellett, de mondom, hogy a borjú pörkölt vagy egy disznó pörkölt mellé egy karakteres fehér bor is elmegy, főleg, hogyha töltsfahordóba lett érlelve a fehér bor. A második főétel a tejszínes csirkemell, és ahhoz ajánlanám a vászai sárdonét, tehát a kocorpincészetnek, balatonfüredi pincészetnek a sárdonéját. Ez egy kis töltyfahordós élelést is kapott, egy karakteres, de nagyon kellemes, gazdag ízvilágú fehérbor, és ezt tudom ajánlani a második főételhez. Az ananászos tejcsokoládé mellé, desszertként pedig ugyancsak a kocorpincészetnek egy furmintját hoztam el, amely egy kései szüretelésű furmint, és a 2013-as évjáratú. A borász csak ennyit jegyez meg a hátán, hogy szeretem. Tehát egy nagyon kellemes ízvilágú desszertborról van szó, félédesbor. Az ananásznak a savankássága, a csoki édessége, és ennek a furmintnak a félédes ízvilága talál, és ezért tudom ajánlani a mai desszerthez. Megvolt a mai menünek a borkínálata, de hát közelednek az ünnepek, itt a karácsony, és megkérünk téged arra, hogy társíts borokat a karácsonyi étkekhez, hogy tudják a nézők is, meg akár a lányok is, hogy körülbelül mit kell fogyasztani, hogy mit lehet fogyasztani karácsonykor, nem csak a szokásosat, hanem azért meg lehet adni a módját másként is. Akkor eljutottunk a tőtelékes káposztához. Hát az ez, ne hagyjuk ki, semmiképp ne hagyjuk az ki. Az kimaradhatatlan. Karácsonyi menüből, ugye? A tőtelékes káposzta sokszínű. Sokszínű, sokféle hús van benne. Ennek a sokszínűségét meg kell ragadni. Ugyanakkor gazdagon olajos, zsíros, szalonnás, hát azt szokták mondani, hogy akkor jó a tőtelékes káposzta, a disznó belelépett, és hát ha a disznócsülök is benne van, vagy ne talán gömbölcöt beletesznek, belefőzik. Tehát itt is egy nagyon gazdag, de zsíros étkezésről van szó. Ehhez a főételhez viszont ajánlom az érlelt, kiérlelt, tölgyfahordós érlelt fehér borokat, tehát nem a könnyű fehér borokat, hanem a karakteres, testes fehér borokat. Ilyet tudom ajánlani a furmintot, a tokai furmintot, ami száraz vörösborról van szó, tehát amikor tokai borokról beszélünk, nem minden egyes alkalommal
a desszertborról beszélünk, hanem most száraz furmintot ajánlok. Vagy a balatonfüredi borvidéknek a zászlósborát, az olasz rizlinget tudom ajánlani. Ez is egy kis tőgyfahordós élelést is kapott, tehát megvan egy karakteressége, egy kellemes, gazdag ízvilága ennek az olasz rizlingnek, vagy a somlói hegynek a gyümölcsét, egy somlói házasítást tudok ajánlani. Ezek mind-mind tölgyfahordós élelésben részesültek. Ugyanakkor tudom ajánlani ugyancsak a kocorpincészetnek a sárdonéját, nagyon kellemes ízvilágú bor. Töltelékes káposzta mellé mind lehet ajánlani. Ezek voltak a fehér borok, de viszont vörösborthoz merünk-e nyúlni? Igen. A vörösboroknál viszont nem kell ilyen nagy bort elővenni töltelékes káposzta mellé. És pedig... Hogy érted, hogy nem kell nagy bort? A vörösborok között van egy Cabernet Sauvignon, egy Cabernet Franc, ami egy nagyon testes, nagyon kemény karaktere van, ízvilága van, egyedi jellege van a bornak. Itt ebben az esetben tőteleges káposzta mellé túlharsogja a tőteleges káposztát. Aha. Túl erős hozzá. Értem, tehát olyat kell, hogy kiegészítsék egymást, így van, nem lenyomják az ízeket. Így van, tehát itt nagyon fontos az ételek és a borok párosításánál, hogy kiegészítsék egymást, fölemeljék egymást. És épp ezért egy ménesi Pinot Noir-t ajánlom a tőtelékes káposzta mellé, azért, mert a Pinot Noir az a szőlőfajta, amely egy szép bort ajándékoz, és egy bársonyos ízvilággal ajándékozza meg a fogyasztót, tehát nem olyan nagyon karakteres, egy simulékony, kellemes, bársonyos ízvilágú bor, és ez alkalmazkodó. Alkalmazkodó, és nagyon sokszor a házasított boroknál használják a házasításnál a borászok, azért, mert egy-egy ilyen nagy karakteres bornak azt az élét lekerekíti a Pinot Noir. És itt azért is tudom ajánlani ezt a Pinot Noir-t a tőtelékes káposztához. Folytatjuk a karácsony esti menüt. A főétel után elmaradhatatlan a karácsony esti asztalról a kalács, a diós kalács, illetve a mákos kalács. A kalácsok mellé desszertbort tudok ajánlani. Hát először azzal indítok, egy balatonfüredi házasítás, egy otonelmuskotás, chardonnay, riesling, szilváni házasítás, félédes fehérbor. Azok, akik nem tudják megengedni, vagy nem gyúródnak annyira a nagy nevű desszertborokhoz, és nagyon drága desszertborokhoz, azoknak tudom ajánlani ezt a házasítást, de aki megengedheti magának, az megveheti a ménesi kadarisszimát, a kadarkának az asszúját, tehát egy szamorodni típusú, nagyon kellemes és unikum jellegű és ízvilágú desszertborát, illetve ajánlom a tokai asszút, ugye ez a nagyon elterjedt, egy háromputonyos asszút hoztam el a zsirai pincészet készítésében. Tehát ezeket a desszertborokat tudom ajánlani a karácsony esti kalács és sütemények mellé. Lajos, nagyon szépen köszönjük, ezt elmondtad nekünk. Szerintem ti is azért gazdagodtatok tudásban, mert a borokról még beszélhetünk szerintem akár hetekig is. De még fogunk, remélem, mert hogy tényleg nagyon érdekes, amiket mondtál. És akkor nézzük meg, hogy megfőtte az étel. Thank you.
katolikus babácsival beszélgetek, aki Tusnádfürdőre most érkezett augusztus 1-től, hogy azoknak a gyerekeknek, akik gyermek otthonban vagy otthonban nevelkednek, szerinted mi a legfontosabb ilyenkor, karácsonykor? Tehát akinek nem adatik meg az otthon melege, és nem feltétlenül adatik meg egy tökéletes család, mi kell egy ilyen gyereknek? Hát igen, a kérdésben úgy érzem, benne van a válasz is. Tehát leginkább az otthon melege kellene. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van diák misen nálunk, és arra a szép számban eljönnek, illetve majdnem teljes egészen a gyerek otthoni sok, és ez érződik ki, hogy a szeretet kell nekik. Tehát az a biztonság, az a szeretet, amit a Szent Ferenc Alapítvány is nyújt az ő számukra. Így vagyunk mindannyian talán karácsonykor, ezt a biztonságot, ezt a szeretetet óhajtjuk. Mi a legfontosabb idén karácsonykor, amire jó lenne, hogyha az emberek figyelnének? Ez nagyon jó szersz, hogy figyeljünk. Én azt hiszem, hogy egymásra kell, hogy figyeljünk. Kicsit úgymond, ha tehetnénk, akkor lelassítani a rohanó lépteinket. És miközben ajándékot adunk a másiknak, talán arra kellene leginkább a mai embernek figyelnie, hogy ne az eszközeivel töltse ki az ő helyét, hanem saját magunkat adjuk. Pár percre akár kapcsoljuk ki a telefonunkat, a televíziót, kicsit figyeljünk oda a másik emberre. Én azt érzékelem, hogy leginkább a mi világunkban erre lenne szükség, odafigyelni a másik emberre. Mert Isten is ezt tette. Annyira odafigyelt értünk, hogy emberé lett. És ezt az odafigyelést mondjuk érted időre, minőségi időre, tehát igen. Hogy együtt eltöltött időre. Így van, együtt eltöltött akár. Időre. Igen. Vagy igen. Hogyha gondja van a másiknak, akkor, igen. Akkor meghallgatjuk. Igen. Így van. Éppen adventnek is gyakorlati feladatképpen meg lehet fogalmazni, az lenne, hogy fölhívni a rég elfelejtett barátot, vagy meglátogatni valakit, akivel rég nem találkoztam. Talán így hozhatjuk ember közelibbé karácsony üzenetét. Van egy szép történetet karácsonyról? Igen, karácsony élmények közé tartozik. Amikor ott voltam Marosújváron, akkor azt hiszem, hogy 4 éve, 5 éve mellettünk lévő bevásárlóközpont elsüllyedt, egy bányajárat megrepett és elsüllyedt parkolójával együtt. Karácsony egy nap múlva lett volna, és a katasztrófa védelem kilakoltatott a plébániáról. Meg volt az esti szentmise, és akkor hová menjek? Mert a plébániára nem lehetett visszamenni, és én akkor értettem meg valamit karácsonyból. Az, amikor magára maradt a betlehemi kisded is, úgymond a városon kívül, akkor értettem meg karácsonynak valamelyest a titkát. Aztán rögtön megszólalt a telefonom, a református tiszteletes úr hívott föl, mit csinálsz? Mondom, ülök az autóba, és gondolkodom, hogy hová, gyere hozzánk, meg van terítve az asztal. És akkor együtt töltöttük el akkor karácsony estéjét. Akkor nehéz volt, de azt hiszem az életemre csodálatos hatással van az a karácsony. Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen. Azért voltunk itt ma délután, nagyszerűen telt ez a délután, mentig ez a finom ebédnek főtt, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, mert hogy utóvégre a gyermekek ügyeinek tovább gondolásának jegyébe telt ez a délután, és nagy tisztelettel köszönöm nektek, hogy itt voltatok köreinkbe, Csili Párpádnak különösen ezt a nagyszerű felajánlást, és hát a húsvétkor is a gyermekek ott voltak a Fatányéros panzióba, 30 gyermek ott ünnepelt, és Árpád nagy lelken felajánlott, hogy a karácsonyt is ott tölthetik, tehát ezt is nagy szeretettel köszönjük, tisztelettel. Valahogy a karácsonynak az előkép, amikor maga az Úr Jézus is arra tanít bennünket, hogy egymásra odafigyeljünk, és szeretettel legyünk egymás iránt. Köszönjük szépen! Hát én azért vagyok hálás, hogy mindig megadta Jóisten az, hogy megtehetem, hogy segítsek a gyerekeken, és van, aki nem a Jóisten, hogy tovább is segítsen, hogy tudjak fordítani vissza. Úgy legyen. Áldott karácsony. Áldott karácsony. Kedves nézőknek is áldott, békés karácsony kíván a Székely Konyha csapata. Ha tehetik, kérem tartsanak velünk a jövőben is. Minden jót. Viszontlátásra.